Kedves nézőink, műsorunk hátralévő részében Napjaink című közéleti magazinunkat látják. Polgármesterek számára megtartott MVM fórumra került sor a Mohácsi Selyemgyárban. Rengeteg információ és megoldási javaslat hangzott itt el. Az ukrajnai háború nyomán kialakult energiaválsághelyzet kezelése és megoldása jelentős kihívás minden országnak, így hazánk számára is. Az elmúlt időszakban az energiaügyekkel kapcsolatban számos önkormányzattól érkezett megkeresés a baranyai országgyűlési képviselők számára. Ebben a helyzetben ők pedig szükségét érezték, hogy szakemberek segítségével az energiaügyeket bemutassák az érintettek számára. Ezért a vármegye több választókerületével együtt energetikai fórumot szerveztek a Mohácsi Selyemgyár kulturális negyedbe, melyen az Energiaügyi Minisztérium, az MVM csoport vezetői és illetékesei adtak tájékoztatást a megye polgármestereinek. A világ egy ilyen nagyon bizonytalan korszakát éli, ez kezdődött talán a Covid-válságokkal, alig, hogy túl voltunk ezen, jött az orosz-ukrán háború, azóta Közel-Keleten is háború van, és ez a bizonytalan helyzet elsősorban az energetikai piacot zavarja össze, hol az egekbe emeli az energiaárakat, hol csökkennek az energiaárak. Ugye az orosz-ukrán háború specialitásai miatt az Európai Unió igyekszik az orosz energiáról leválni, és más energiaforrásokat keresni, valahol atomerőműveket zárnak be, utaljak Németországba, aztán persze megveszik ugyanezt az energiát a franciáktól, ami atomerőművel van előállítva. Mi is keressük az utat, mi atomerőművet építünk, és különböző zöld energiai megoldásokban gondolkodunk. Egy szóval egy bizonytalan világban vagyunk, és a polgármesterek arról kapnak tájékoztatást, hogy a magyar kormány energiapolitikája mi, mit képvisel ebben az MVM, milyen megoldások körvonalazódnak a jövőt illetően, mert a polgármesterek, amikor a saját költségvetésükre néznek, akkor tudják ő, hogy mindaz, ami energetika használók is kulcskérdés. Tehát jó, ha a polgármesterek tájékozottak az elkövetkezendő évek mozgásait illetően. Ez a fórum direkt nekik szerveződik, és az ő tájékoztatásukat szolgálja. Persze, a mindennapokban találkozik a polgármesterekkel, szinte szondáztatja őket ezen a téren. Össze is szedi egy csokorba általában a felvetődő kérdéseket? Hát amikor akut kérdések vannak, ezeket én nyilvánvalóan akkor is közvetítem a minisztérium irányába, de ez a fórum nekik is lehetőséget ad alá, hogy a saját ügyes-bajos ügyeikkel ma az itt lévő MVM-es szakembereket megkeressék. Itt az MVM-nek a csúcs vezetőink kívül olyan vezetők lesznek, amik település üzemeltetési kérdésekkel foglalkoznak, tehát itt első kérből kapnak tájékoztatást. Jó, ha az MVM egyébként tudja, hogy egy települési polgármestert ebben a tárgykörben mi feszít, de hogy mondjak egy bolyi specialitást is, és ne csak kis települési ügyekbe gondolkodjak, jó, ha az MVM itt a bolyi polgármestertől majd azzal szembesül, hogy nekünk energiaellátási gondjaink vannak, ingadozó áram, több áramra, több gázra lenne szükségünk, azért, mert az ipari park fejlesztése van napirenden, és a többletenergia igény van. Tehát amíg kis településen fűteni kell a közösségi házat, és ez jelent gondot, addig egy dinamikus településen meg egyszerűen több energiára van szükség azért, hogy a térség tovább fejlődjön. Ezen a fórumon mindkét kérdés nyilvánvalóan szóba kerül. Államtitkár úr, mi a mai fórum lényege? Miért tartotta fontosnak, hogy találkozzon ma itt a polgármesterekkel? Ahogy most is látszik, a kinti időjárásból a fűtési szezon beindult, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy személyesen is egyeztessünk azokkal, akiknek ugye egy közösséget kell, egy közösségért felelősek, és alapvetően az energiaellátást helyileg biztosítani kell. És én azt gondolom, hogy nekünk is nagyon fontos, hogy legyen visszajelzésünk arra, hogy a polgármesterek milyen aktuális problémákkal szembesülnek, kicsit át tudjuk beszélni azt, hogy az ország hogy áll, hogy készültünk fel a fűtési szezonra, és mit tudunk tenni majd a jövő időszakában annak érdekében, hogy azért a nagyon sok válságot, szankciós környezetet azt tudjuk megfelelően kezelni, és az állampolgárok számára tudjuk biztosítani az energiaellátást. Pont az lenne a célja ennek a mai egyeztetőnek, hogy lássuk, hogy milyen típusú problémák állnak még mindig fenn, és azt hogyan tudjuk megoldani minél gyorsabban. És szeretnénk, hogyha egy közvetlen kapcsolat kialakulna az MVM és az egyes önkormányzatok között.
Mi a helyzet az árakkal, az energiárakkal 2024 vonatkozásában? Tud-e nekünk újdonsággal szolgálni? Hát ugye továbbra is a rezsicsökkentést minden feltétel mellett szeretnénk biztosítani az állampolgárok számára. Erre a megfelelő pénzügyi fedezetek azok benne vannak a költségvetésben. Ugye nagyon fontos, hogy legyen miért fizetni, hogy legyen ellátás is, és én úgy látom, hogy az ellátás az ténylegesen biztosított, 95%-os töltöttségi szinten vannak a hazai gáztárolók, úgyhogy ezzel már ki fogjuk húzni ezt a telet, és hát a jövőben is szeretnénk azt, hogy Európa legolcsóbb energiájához jussanak hozzá az állampolgárok. Napenergia fronton lesz-e újdonság a jövő év elejére? Várja a lakosság, hogy újra rá lehessen táplálni a rendszer? Igen, jövő év elejétől az ország 93%-ában vissza tudjuk engedni a lakosokat, újra fel tudnak táplálni majd. Ugye az nagyon fontos, hogy ez az új projektekre vonatkozott ez a feltáplálási tilalom. A meglévő projektek eddig is zavartalanul fel tudtak táplálni, és január 15-től pedig fogunk indítani egy új Napenergia Plus nevezetű programot, ahol 75 milliárd forintos keretösszegben támogatjuk majd a lakosságot, hogy termeljen zöld energiát, és próbálj meg helyben el is tárolni azt a zöld energiát, és azt minél szélesebb időszakban, akár amikor nem is süt a nap, akkor felhasználni a saját maga által megtermelt zöld energiát. Úgyhogy ezzel a pályázattal fogunk jönni, és ez január 15-én fog indulni. Akkumulátorgyárak vonatkozásában vannak-e új információi? Elképzelhetően tartja, hogy vidéken további gyárak fognak épülni? Hát én azt gondolom, nemzetgazdasági szempontból nagyon fontos, hogy az egész ország területén legyenek olyan gyárak, legyenek olyan ipari létesítmények, amelyek hozzájárulnak Magyarországnak a versenyképességéhez. És az látszik, hogy a zöld energiáról fog szólni minden. A zöld energiát pedig teljesen egyértelmű, hogy tárolni kell, különben nem tudjuk ugye minden időpillanatban felhasználni. Úgyhogy emiatt mi nagyon elkötelezettek vagyunk az akkumulátoros kapacitások gyártása mellett, de természetesen emellett más ipari létesítményekre is szükségünk lesz. Elektromos autógyártás, én azt gondolom, egy nagyon előremutató terület, de még nagyon sok egyéb innovatív technológia van, legyen az hidrogéngazdaság, nukleáris energia kérdése, úgyhogy ezekben mind szeretnénk ott lenni, mert ez alapozza meg Magyarország jövőjét gazdasági szempontból. Mikor lesz elégedett a mai fórum végén, hogyha honnan hova jutnak el a tárgyalások végére? Hát az, hogy teljes 100%-ban elégedettek leszünk, azt szerintem az a pillanat az még azért messze van, mert tényleg nagyon változékony világban élünk, viszont én azt szeretném elérni, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd egyrészt velünk, illetve magával az MVM-mel, és próbáljuk meg azokat a mindennapi problémákat kiküszöbölni, amik megnehezítik az önkormányzatok, illetve a lakosok életét. Úgyhogy ezen dolgozunk, még sok mindent kell tennünk, ezt nem palástoljuk, de pont ezért lesz ez a mai fórum is, hogy ezt megbeszéljük. Újpetre polgármester is elérkezett erre a mai fórumra. Milyen reményekkel, milyen várakozással jött ma Mohácsra? Hát én abba bízom, hogy rövidesen kapunk gázszámlát, mert még Újpetre önkormányzata nem kapott idén. És nem tudjuk, hogy milyen számokkal kell számolnunk. Nagyon elkeserítő ez a tény, és szeretnék erről valami információt kapni. Ugye a jövő évi szerződésekkel gyakorlatilag mind villany, mind gáz vonatkozásában élő szerződésekkel bírnak? 24. december 31-ig van áramra, tehát közvilágításra szerződésünk. A gázra megkötöttük az új szerződést, viszonylag kedvezőbb áron kapjuk, de ez is még nagyon magas, és tehát most jelen pillanatban igazából nem tudok érdemben nyilatkozni, mert nem tudom, hogy mik a számok. Mit várnak az államtitkártól, milyen információkat? Hát ezekre választ, hogy hova és milyen irányba tudunk menni, mert ez nem csak Újpetrének és a környékbeli településeknek, hanem nagyon sok településnek problémája az, hogy igen, elszaladtak az energiaárak. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, Pécsről jelentkezünk a Terrán betoncserépgyártók Kft. Központjából, vendéglátónk Gódi Attila ügyvezető igazgató úr, akit nagy tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm, igazgató úr! Én is köszöntöm a kedves nézőket is, önöket is. Gazdasági évet értékelünk, tudom, nem ez a klasszikus modell, hiszen le kell ketyegni az évnek, és majd május környékén fogadják el a mérleget, de a trendeket lehet látni. Nem igazán kedvezett az év a gazdaságnak, így természetesen az építőiparnak és az építőipari termékek előállításának sem. Hogy lehetett ezt tapasztalni az év folyamán?
Igen, már a tavalyi év második felében érzékeltük, hogy az idei év az nem lesz kimagaslóan jó. Ennyire erős visszaesésre nem számítottunk. A tavalyi évhez képest tényleg drámai a csökkenés az építőanyagiparban. De hát ez a piac ilyen, jelentősek az ingadozások, talán nem is helyes az, hogyha januártól decemberig tekintünk egy-egy ciklust, hanem inkább hosszabb periódusokat kell figyelembe venni, és aztán ennek a hosszabb periódusnak az összteljesítményét, vagy az átlagát kell figyelembe vennünk. Mert hogy nem, ha két évet nézzünk esetünkben, akkor volt egy csúcsév, ugye, és van most ez a kicsit gyengébb gazdaságév. Az előző két év, 2021 és 2022 kimagaslóan jó volt. Nagyon erős volt a kereslet, a Covid időszakában is már az építőipar, építőanyagipar jól teljesített, hiszen nagyon sokan fogtak hozzá az épületek, lakóházak felújításához, külső-belső javításokhoz. Ez számunkra segített, hiszen sokan voltak otthon, sokan kényszerültek otthoni munkavégzésre, és ez több időt és lehetőséget biztosított ezeknek a munkáknak. Láttuk azt, hogy például a beltéri falfestékek soha nem látott növekedést értek el ebben az időszakban, és ez a mi termékeinket is jól láthatóan megmozdította, és élénk kereslet mutatkozott a termékeink iránt. Aztán a 21-es, 22-es évben az állami támogatások nagy segítséget jelentettek, még a 3+3-as otthonfelújítási program. Ez volt a boom időszak, ez ugye? Ez volt a boom időszaka, ezt nagyon, nagyon erős keresletnövekedésként éltük meg, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a 18-tól 20-ig terjedő időszak, ami egy elfogadható normál növekedést mutatott, az 2021-ben, 2022-ben kiugrott, és most a trend az visszatért a korábbi normál időszakhoz. Tehát az előző két év növekedését tulajdonképpen ez a régi mese, hogy az egyszer volt Budán kutyavására, hogy szokták mondani, nem hiszem, hogy ez valós piaci keresletből és valós vásárlóerőből fakadt volna, sokkal inkább az előző évek megfontolt növekedését gondoltuk megfelelőnek. Ha válságról beszélünk, akkor itt az építőipar esetében komplex dolgokról beszélhetünk, hiszen amellett, hogy infláció van, keresett csökkenés van, emellett itt van az energiaválság is. Kivált kép ez a Generon termékre, igaz, hogy gyakorlatilag hirtelen piacot vesztett Magyarországon, és hát körbe kellett nézni Európába új piacok után. Igen, ezek a hatások valóban komplexek, és több oldalról is érintenek minket. Egyik oldalról a kereslet csökkenése az energiárak, és ahogy ezt említette, a magas infláció, a lakossági fogyasztást fékezték, és a lakosság óvatos, és csak az emberek többsége csak addig nyújtózkodik, amíg a takaró ér, és most pontosan nem lehetett tudni, hogy meddig fog érni a takaró. Az élelmiszerárak lényegében megduplázódtak az elmúlt egy-másfél év alatt. Ez nyilván a jelentős, nagy, hosszú távú felújításokat, beruházásokat jelentősen fékezte. Ide kapcsolódik a másik oldalról a költségek növekedése, hiszen az energiakrízis ez erősen érintette a tevékenységünket, és bizony nőttek a gyártási költségeink, a korábban nem látott volumenben vagy mértékben. És hát a Generon termékünknek sem ez volt a legjobb időszaka, hiszen az állami szabályozás az elmúlt év őszén a lakosság számára megszüntette a hálózathoz való csatlakozás lehetőségét, így ilyen módon a Generon piacunk az Magyarországon jelentősen beszűkült és visszaesett. A gyártás szerencsére fennmaradt, de ez inkább az előző időszaki megrendelések, szerződések teljesítését jelentette. Úgyhogy új szerződést ebben az időszakban csak szerény mértékben tudtunk Magyarországon realizálni, viszont ez elvitt minket más távoli piacok felé. Angliában, Írországban jártak a kollégáim, és ott sikeres termékbevezetésen vagyunk túl, jelentős disztribútor, erős disztribútor partnereket találtunk, akik a termékeink iránt érdeklődnek, és kollégáink képzést tartottak a partnereink angliai, írországi kivitelezői számára, és sikeres értékesítésről is beszámolhatunk
Hasonlóan Németországban is jelentős az érdeklődés a termék iránt, tehát azt látjuk, hogy a piacok kiegyenlítik egymást, ami itthon nem megy, az most a nyugat-európai piacokon egész jól működik. Egy ilyen időszak arra is jó, hogy megálljon a menedzsment, egy pillanatra átgondolja a működést, racionalizáljon akár humántőkében, akár technológiában. Gondolom ezek nem egyszeri leülést igényeltek, hanem egy folyamat része volt ennek az újra gondolása. Igen, egy jelentős piaci részaránya, a komoly kapacitással bíró cég esetében a piac volatilitása, a kereslet módosulása érzékenyen befolyásolja a működésünket. Sajnos ez az elmúlt időszak, ez most negatívan befolyásolt minket. Nyilván hozzá kellett igazítanunk a kapacitásainkat, a kibocsátásunkat a piaci igényekhez. Ez igaz alapanyag oldalra és igaz az élő munka oldaláról is. Ez nyilván nem egy egyszeri döntést jelentett, hanem folyamatos fókuszt és iterációt, hogy követni tudjuk a piac változásait. Mert a hajó sem fordul könnyedén, igen, tehát igen. Szép lassan lehet manőverezni új irányba, ugye? Igen, kapkodni nem szabad, türelmesnek kell lennünk, nem látjuk egész pontosan, hogy a következő időszak mit fog hozni. Vajon elértük-e most már a gödör alját, ahogy szokták mondani, vagy még mindig lefelé megyünk. A 2024-es évvel kapcsolatban is megoszlanak a vélemények, az új otthonteremtési támogatás, a CSOK plusz vajon milyen lehetőségeket fog biztosítani számunkra, az infláció milyen mértékben fog stabilizálódni, a félelem a magas energiaáraktól vajon mennyire fogja vissza majd a lakossági fogyasztást, ezt látnunk kell. És van még egy nagyon fontos szegmens, az állami beruházásoknak a leállítása, a leállása. Nyilván a kormányzat számára az elképesztően magas rezsiköltségek egy féket jelentettek, tehát az egyéb állami beruházások azok megállításra kerültek. Ezt közvetlenül és közvetve is érezzük a piacunk másik oldalán, tehát óvodák, iskolák, orvosi rendelők építése, felújítása is most némileg vagy jelentősen visszafogás. Itt globális változásokra lenne szükség annak érdekében, hogy új lendületet kapjanak el az iparág. Igen, milyen változásokat már megéltünk többször, és hát a kérdés az, hogy hogyan fogunk tudni ehhez adaptálódni. Hitem szerint megtaláljuk a megoldásokat, ami nem egyszerű, és most valóban ez komoly gondot és kihívást jelent, de egyszerűen ezek a körülmények, ezekhez kell alkalmazkodnunk. A reményeink szerint ezt talán jobban és gyorsabban és érzékenyebben meg tudjuk tenni, mint a piac más szereplői. Tehát a válság, ha tisztán üzletileg nézzük, akkor akár lehetőséget is jelent a versenytársainkkal szemben, melyek nem magyarországi központtal, döntési központtal működnek, külföldről irányítják őket, talán jobban meg tudjuk érteni az itteni folyamatokat, mint a versenytársaink. Egy ilyen szituációban óriási előnyt jelenthet, hogyha stratégiai partner a magyar kormány, már pedig a terén elmondhatja, hogy mint a Kunszentmiklósi gyáregységépítésnél, mint pedig a pécsi Generon gyáregység kialakításnál jelentősen hozzájárultak eurókkal vagy forintokkal a beruházásokhoz, és most a gyármentő program is egy hasonló segítséget jelenthet, amely persze azzal jár, hogy a saját erőt azért mellé kell tenni. Igen, ez valóban igaz. Mi igyekeztünk a múltban is, és így ma is a kínálkozó lehetőségekkel élni a fejlesztéseinket. Jelenti ez technológiafejlesztést, vagy mostan gyármentő program kapcsán az energetikai fejlesztéseket. Azokat igyekeztünk élve a kínált támogatási lehetőségekkel jól kihasználni. A gyármentő program elsősorban energiahatékonysági és energiatermelő beruházásokról szól. Ez azt jelenti, hogy mindegyik telephelyünkön napelemes rendszereket sikerült telepítenünk és üzembe helyeznünk, illetve Bólyon a bói üzemünk technológiai hőenergia igényét az idei évtől már a bói geotermikus hálózatról tudjuk nyerni, ezzel csökkentve, vagy jelentősen csökkentve a földgáz igényünket.
amiért nagyon hálásak vagyunk az önkormányzatnak, polgármester úrnak, hogy ezt sikerült megvalósítanunk. Ez jelentős versenyelőnyt jelent már ma is, és fog a jövőben is a terem számára. Kap biztatást a gyár a jövőre nézve ezen kívül is? Tehát, hogyha éppen Varga Mihály pénzügyminiszter úrral tárgyalnak, vagy más miniszterekkel, külgazdasági miniszterrel, ők azért valami biztató jelet mondanak a jövőre nézve? Az iparágra vonatkozóan nagyon nehéz most bárhonnan is pozitív híreket meghallani. Tehát nem is ez a fő kérdés, hanem talán inkább az, hogy a nehézségekben tudunk együttműködni. A gyármentő ez erre egy kiváló példa volt, hogy azok a cégek, akik valóban meglátják a lehetőséget, azok számára a magyar állam tud támogatást, segítséget nyújtani ebben a kérdésben. Ha a válság elmúlik, maga a betoncserép, mint termék, kiváló piaci potenciállal bírhat majd? Innováció megy folyamatosan azért a háttérben? Igen, jelentős az innováció, és ha hosszú távon gondolkodunk, akkor abszolút optimisták lehetünk. Az iparágunkban egy jelentős átrendeződés van, a kerámia termékek, az agyagcserepek, ha így talán jobban ismerik a nézők a termékeket, irányából a termékek szép lassan és fokozatosan szinte egész Európában áttevődik a kereslet a betontermékek irányába. Látjuk ezt, vagy láttuk ezt, tapasztaltuk ezt az északi piacokon, Németországban az elmúlt időszakban, de most mind az időjárás változása, mind az energia kitettség okán, ez most már a dél-európai országokban is tetten érhető. Azok a korábbi gyártó cégek, akikkel egyébként kapcsolatban vagyunk, voltunk már nagyon, nagyon hosszú ideje, akik korábban esetleg kizárólag kerámia termékek gyártásával foglalkoztak, keresik a lehetőséget, hogy az eddigi termékportfóliuk mellé kiegészítőként betontermékeket is vásároljanak, vagy gyártsanak, vagy mind a kettő. Ilyen módon a kereslet csökkenését azt némileg tudtuk kompenzálni azzal, hogy a dél-európai országokban is jelentős volument sikerült értékesítenünk. Ez korábban, amíg a piacok stabilak voltak, és az energiaár is elfogadható volt, erre kevés esélyünk nyílt. Ilyen nehéz időkben nehéz megtartani az izzást egy cégen belül. A menedzsmentnek minden esetre az a feladata, hogy a kollégáiba erősítse azt az érzetet, hogy ennél már csak jobb lehet. Sikerül ezt átplanktálni a mindennapokban? Ebből a szempontból is szerencsés a terrán. Kollégáink jó része, vagy legnagyobb része hosszú évek, vagy inkább évtizedek óta dolgozik és segít minket a működésben. Most a megbeszélés onnan kijöttem, itt a kollégáink közül hárman is közel 20 éve a vezető kollégáink közül együtt dolgozik velünk, és ilyen módon a kollégáim talán még nálam is jobban értik azt, hogy ilyenkor mit kell tenni, és milyen válaszokra van szükség, és ezeknek a megkeresésében abszolút partnerek, hiszen végéltük ezeket az időszakokat már korábban is, amikor még valóban egy kisvállalatként indultunk bolyról. A kollégáim ezt pontosan látják, értik, és kiváló módon tudatosan is és ösztönösen is a legjobb megoldásokat kínálják. Köszönjük a beszélgetést, sikeres esztendőt kívánunk 2024. Nagyon szépen köszönöm. Az Agrárgazdasági Kamara termékpromóciója ezúttal a szőlőről és a borról szólt. Olyan melléktermékek bemutatásával kiegészülve, amely több esetben szőlőmagból készült. Ebbe a helyi termék promóciós sorozatba méltó módon illeszkedik bele a bor, a helyben előállított bor, illetve a szőlőből készült termékeknek a köre és sora is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha valahol van az országnak olyan szeglete, ahol a szőlőtermesztésnek, a bor előállításnak
hosszú évszázadokra visszanyúló kultúrája van, akkor az baranya. Baranyai borokat és egészséges szőlőtermékeket népszerűsítettek a pécsi Kossuth téren. Rittlinger József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei elnöke házigazdaként többek között arról beszélt, hogy promóciós sorozatukban most a helyi borra és a szőlőből készült igen egészséges termékekre került a sor. A figyelem felhívó akciót a Pécsi Tudományegyetemmel és a megyei önkormányzattal közösen valósították meg. Elnök úr, folytatódik a promóciók sora, borászati termékek, és hát különösen a villányi jóbor van most itt a palettán is, a szép pécsi borok, mert hogy nem, közeledik a karácsony, így hát lehet válogatni. Igen, hát abból a megfontolásból is, ilyen promóció még nem volt, gondolkodtunk rajta azért, hogy ebből a termékből készült termékeket is kéne promotálni, mert itt nem csak borról van szó, van nagyon sok egészségügyre, úgymond jótékony hatással lévő készítmények, legyen szó ez szépészeti dologról, vagy akár egyéb olyan porokról, őrleményekről, ami különböző szőlőmag héjból, vagy szőlőmagból készült termékekre, és ezekre szerettük volna fölhívni a figyelmet, és azért is gondoltuk a Pécsi Tudományegyetemmel közösen, hogy ne egy borászt emeljünk azért ki, hanem itt összességében Baranyában nagyon sok borász van, és nagyon jó borászaink vannak. Látjuk ezt a tegnap esti Top 100-as gálán. Ricu Tamásnak innen is gratulálunk az elért első helyezésért. Én úgy gondolom, minden borásznak egy külön dicséret, mindenki egy műalkotással szokott előjönni. Nehéz döntés volt biztos, de azért gondoltuk, hogy a mai napot áldozunk egy kicsit ennek a promóciónak, mert jó bornak is kell a cégért. És hát milyen leleményesek a villányi borászok, tehát nem csak bort termelnek, hanem hát a megmaradt különböző termék skálából újabb termékeket hoznak létre, és piacra is dobják. Igen, és nem csak, hogy újabb termékeket, hanem egészséges termékekre. Az egészségre gyakorolt hatásuk egy szőlőmag őrleménynek, vagy egy szőlőhéjból készült, préselt valaminek is, akár legyen ez szó külsőleg, vagy belsőleg. Én csak gratulálni tudok hozzá a továbbfejlesztéshez, az elgondoláshoz, és hát semmi nem visz kárba. Pécset vagyunk a Kossuth téren, mint mindig, itt nagyon sokan szoktak föllejárni, és hát megállnak egy-egy pillantásra, hogy mi van itt a pulton. Igen, hát most a bor egyelőre még ebben a hideg időjárásban nem annyira népszerű, de úgy gondolom a többi terméket csak meg fogják nézni, meg fogják ízlelni, magukra el fogják vinni, ha nem más, legalább a hírét elviszik. Elnök úr, olyan széles a palettája a baranyai termékeknek, hogy szinte minden hétre jut egy ilyen sajtótájékoztató. Hát jó látni, hogy az emberek érdeklődnek, hogy milyen felhozatal ez alkalommal. Így van, ahogy mi baranyaiak tartjuk, kincses baranya értékekben gazdag és helyben előállított jó minőségű termékekben is. Ezért örülök annak, hogy az idei évben is sikerült megtartani azt a szép hagyományt, amelynek eredményeképpen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen minden évben vagy évszakban tartunk olyan helyi termékeket, népszerűsítő promóciós rendezvényeket, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az elsősorban a nagyobb városban élő embereket, akiknek már nincs mindennapos kapcsolatuk a vidékkel, a vidéki termelőkkel, őket egy kicsit tudatosabb vásárlásra ösztönözzük. Ennek a programsorozatnak a részeként, amikor beérik az ormánsági mézédes görögdínje, akkor promóciót szoktunk tartani Pécsett a Kossuth téren. Az ősz közelettével a baranyai méztermelők által előállított helyi jó minőségű mézek fogyasztására szoktuk buzdítani az itt élőket. Most pedig így az adventre készülődve, a karácsonyi ünnepekre gondolva, szerettük volna felhívni a baranyaiak figyelmét arra, hogy a bortermelésnek nagyon komoly kultúrája van itt Baranyában, és amikor szőlőtermesztésről beszélünk, akkor ma már nem csupán a bor előállításra kell gondolni, hiszen szőlőből számos termék készül itt Baranyában is, a szépítészeti termékektől, az egészségmegőrzésben fontos különböző szőlőmag kivonatokig, úgyhogy én arra biztatom ezen a mai napon is a baranyaiakat, a pécsieket is, hogy amikor a szeretteinknek karácsonyi ajándékokat választunk, akkor választjuk természetesen a baranyai borokat, de a baranyai borok mellé nyugodtan lepjük meg a szeretteinket olyan szőlőből készült termékekkel, amik csak nem csak jó minőségűek, de ráadásul még egészségesek is. Ön is visz magával vásár fiát? Így van, megmondom őszintén, hogy számos újdonság
gót láttam ma én is itt Bok Józsi bácsi termékei közül, de például a Bok pincészet által készített szőlőmag kivonat, az nekünk otthon a vitaminok mellett a rendszeresen fogyasztott készítmények közé tartozik, de most elhatároztam, hogy a feleségemet meg fogom lepni egy olyan arcápoló krémmel, amely szintén szőlőmag kivonatot tartalmaz, és itt készül Baranyában. A PTA is képviselteti magát a mostani promóción, és hát nagyon szép borok érkeztek. Tudjuk, hogy a borászati kutatónak megvannak maga termékei. Fehéret látok, rozét, vöröset. Ezek a legszebb borok jelenleg? Hát igen, ezeket több bemutatóra szoktuk hozni, hiszen ezek jól képviselik a kutatóintézetnek a szőlészeti és borászati munkáját is. Az egyik ilyen borunk a Cirfandi lenne, amelyik ugye a Pécs zászlós hajója, csak itt lehet megtalálni ezt a fajtát. Érdemes megkóstolni, ő egy finom seprőn tartott Cirfandi, ami a krémességét hivatott előhozni a fajtának. Egy rozét hoztunk, amely egy házasítás, melyben kékfrankos Pinot Noir van. A Pinot Noirnak van egy jelentős klónszelekciója a kutatóintézetben, illetve hoztunk egy vörös küvét is, ami szintén egy kékfrankos házasítás lenne. Ebben Cabernet Franc, illetve Cabernet Sauvignon, illetve Merlot található még. Egyetemi borbirtok ez az új brand. Hogy érzik, kezd beválni? Igen, azt gondoljuk, hogy ez egy jó irány lehet, akár marketing szempontjából, akár a kutatói munka megtámogatása is szintén, hogy a kutatás végül egy sikeresebb eladásban érvényesüljön. Jó bornak is kell a cégére, ezek a kis bemutatók, promóciók jók és hasznosak? Igen, én azt gondolom, hogy mindenképpen hasznos, hiszen hát a pécsi borok szerintem nagy jelentőségűek és nagyon jó minőségűek. Fontos lenne, hogy a helyi emberek helyi termékeket vásároljanak. Az Agrárkamara standján egyebek mellett kék szőlőmagolajat, abból készült ajakápolót, illetve szőlőmagból és bogyóhéjból készült tablettát, no és kék szőlőmag mikroölleményt is láthattunk. A szervezők bíznak benne, hogy ezen baranyai termékek egyre népszerűbbek lesznek, és akár az ünnepi fa alá is oda kerülnek majd. Borszakértők és borászok találkoztak egymással a villányi bokpincészetnél. Itt rendezték meg idén is a Fran és Fran konferenciát, ahol toszkán és villányi borok összehasonlítására is sor került. Immár 8. alkalommal rendezték meg hazai és nemzetközi neves borszakértők, valamint borászok részvételével a Fran és Fran Nemzetközi Szakmai Fórumot, melynek ezúttal is a bokpincészet adott otthont. Már 1990-es évek elején Villány gyakran hasonlították Toszkánához a hasonló mikroklimatikus adottságai miatt. Villányban a nemzetközi borkóstolókon gyakran teszik oda a villányi bor mellé a toszkán franokat is, hogy lássák, hogy hol tartanak minőségben és árérték arányban. Az idei alkalom szervezőjével, házigazdájával és a villányi borrend nagymesterével beszélgettünk. Bok Józsefet faggatjuk arról, hogy mit adott a Fram Villánynak gyakorlatilag ez a fajta, ez mit jelent Villány számára? Hát elsősorban lényegesen nagyobb figyelmet, tehát tulajdonképpen azért azzal, hogy mi 15 óta ezt a Fram konferenciát, ezt a Fram fórumot hogy megrendezzük, ez gyakorlatilag felhívás. Azt gondolom, hogy egy országos hírű rendezvény lett belőle. Felhívás magára a fajtára. Ugye Michael Broadbent volt az, aki 2000-ben felvilágosított bennünket, hogy itt tulajdonképpen a Fran megtalálta a hazáját. Itt olyan jól érzi magát ez a fajta, hogy itt ebből lehet, hogy egy kicsit többet kéne kihozni, és ezzel kapcsolatban akkor elkezdtünk foglalkozni, gondolkodni, hogy mit is lehet, és azt láttuk, hogy valóban ez a Fran, ez egy különleges fajta. Tehát egyébként maga a fajta az egy ősi fajta a Fran, tehát tulajdonképpen a Cabernet Sauvignon, a Sauvignon Blancból és a Cabernet Francból lett tulajdonképpen kialakítva, az pontosan kinevelve, kinemesítve. Én azt gondolom, hogy ezzel a fórummal egy olyan felhívást teszünk a bor iránt, a borok iránt, a villányi borok iránt, a villányi Fran iránt, ami
jó magunknak is tulajdonképpen egy nagyon fontos tényező, és fontos az, hogy megismertessük az országgal. Azt gondolom, hogy valóban itt a Villányborvidéken minden évben, most már van ez a globális felmelegedés, most már máshol is be tudnak érni ezek a késői fajták, de egyértelmű, hogy Villányban olyan talajadottság van, olyan, hallottuk ugye most az előadásban, a Stefano Dininek az előadásában, hogy nagyon, nagyon jó a talajminőség, kimondottan erre a fajtákra, a kékszülő fajtákra amúgy is. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan lelkes indítás volt ez, aminek folytatása kell, hogy legyen, ami jó kell, hogy legyen nekünk, jó kell, hogy legyen az országnak, jó kell, hogy legyen a fogyasztóknak, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy minden évben komolyabb és komolyabb figyelem fordul magára erre a rendezvényre, és egyre többen jelentkeznek magára a rendezvényre és magára a fórumra is, de a következő napi borkóstolóra például egyre többen jelentkeznek, és már a szervezők már próbálják megszervezni, hogy több helyszín majd a későbbiekben, stb. Ez egy olyan esemény, ami gyakorlatilag arról szól, hogy világban jó bor van. Ez egy jó találkozó hely is egyben, hiszen maguk a termelők és hát a fogyasztók találkozhatnak, eszmét is cserélhetnek, de hát ami a legfontosabb, kóstolhat. Kóstolunk, természetesen utána nem ülünk autóba, tehát mert mi betartjuk a játékszabályokat, ezt a nulla-zéró toleranciát. Hát én azt gondolom, hogy a fiataloknak a becsábítása az egy fontos dolog. Ma pillanatnyilag a fiatalok talán inkább a design italokat kedvelik jobban, vissza kell őket, hogy úgy mondjam, csalni a valóság a természetes anyagok közé, tehát a természetes szőlőből készült nagyon finom borokra. Tulajdonképpen ez egy fontos dolog. Ezen dolgozunk, hát tulajdonképpen a marketing mind olyan, az nálunk úgy durván 2006-ban kezdődött el, mert amikor mi eldöntöttük, hogy a Villányi Franra nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, ezen kívül, hogy tudjuk magunkat valamilyen szinten hirdetni, itt közös marketing költségeket fizetünk be, tehát tulajdonképpen aki értékesíti a borát, az literenként megfizet 3-5 és 8 forintot, tehát tulajdonképpen a sima villányi vörösre, a villányi fehérre 3 forintot, a klasszikus minőségekre 5 forintot, és a prémium borokra pedig 8 forintot fizetünk be, ami bekerült tulajdonképpen a borvidéki kasszába, Borvidék marketing kasszájába, és onnan a mai rendezvény is többek között annak köszönhető, hogy vannak alappénzeink, amivel el lehet kezdeni tulajdonképpen ezt megszervezni. Ez önszerveződés, és azt gondolom példamutató önszerveződés ez Magyarországon, más borvidékeken nincs ez, reméljük, hogy a többi borvidék is elkezdi ezt az önszerveződést. A médiában azt lehet hallani, hogy trendváltás van, és hát a vörös borok, a testes nagy vörös boroktól egy kicsit a fehér borok felé, a rozék felé fordul a világ. Ezt Villányban hogy érzékelik a nagy borászok? Ezt érzékeljük mi is természetesen, de tulajdonképpen presztízs nagybor nélkül nincsen. Tehát én azt gondolom, nekünk minden esetben be kell bizonyítanunk, lehet, hogy kisebb mennyiségben, de be kell bizonyítanunk, hogy ez a borvidék mire képes. Mit tudunk mi egyáltalán? Mit tud a világhoz hozzátenni? Mit tudunk magunkhoz hozzátenni azt, hogy bebizonyítsuk azt, hogy igazán nagy borokat, nagyon értékes borokat tudunk előállítani. Ez arról szól, hogy minőség, alacsony termésátlag, és ezzel tulajdonképpen jó technológiával Villányban megoldható. Villány olyan mediterrán klímával rendelkezik, ahol ez a vörös borokra igenis, és én azt gondolom, hogy a fehér borokra is alkalmas. Mert olyan sárdanékat, olyan rajnai rizlingeket tudunk termelni, amik igen, nagyon fantasztikusak. Tehát csináljuk mi is. Mi látjuk azt, hogy a fehér borok irányában nagy a kereslet. Ezelőtt 30 évvel a villányi területeken, közvetlen a villányi közigazgatási területen szinte nem volt egy hektár fehér szőlőfajta, ma már mondhatjuk azt, hogy több tíz hektár van, de elsősorban ez nagy harsány, kis harsány, siklósi részre koncentrálódik a fehér fajtáknak a nagyobb termelése. De Villányban is már vannak fehér szőlő ültetvények, és a termelők, a szőlőtermelés az nem úgy működik, hogy egyik évről a másikra váltunk, hanem
ha valaki szőlőt akar telepíteni, az előre kell gondolkodjon 30-40-50 évet. Tehát van jövője Villánynak, nyugodt szíve kijelenthetjük. Én nagyon hiszek abba, hogy Villánynak van jövője. Nagyon szorgalmas emberek lakják, és természetesen is türelmesek. Ma pillanatnyilag a borértékesítés az nincs, hogy úgy mondjam, tehát nagyon alacsony az átlagfogyasztás, tehát 15 liter körül mozog az átlagfogyasztás. Mi borászokkal szeretnék, hogy ez 30 liter lenne, de hát természetesen ezt ki kell várni. Bízunk benne, megpróbáljuk a könnyedebb fehér borokat készíteni, megpróbáljuk könnyedebb vörös borokat, vagy könnyedebb rozé borokat készíteni, de a nagy vörös borokat nem lehet kihagyni. A nagy testes vörös borokat, az új hordóba érlelt vörösborokat meg kell csinálni, avval tudjuk bebizonyítani magunknak, hogy mire vagyunk képesek. Rendezői főszervezőivel beszélünk arról, hogy jól látni évről évre, hogy ez a nagy terem megtelik, és hát a világ meg annyi tájékáról érkeznek ide szakemberek és ínyencek. Mi is nagyon örülünk neki, ez valamilyen szinten tudatos is, sőt abszolút tudatos a Borvidék részéről. Igyekszünk kiemelni azokat a pontokat, hát most már gyakorlatilag 2015 óta szervezi meg a Borvidék ezt a rendezvényt, és hát mondhatni, hogy körbeértünk a világon a fronttermelő országokat tekintve, és most megpróbálunk ráfókuszálni azokra a régiókra, ahol megtaláltuk a párhuzamot a villányi borokkal kapcsolatban, és hát így esett a választás Toszkánára, úgyhogy a mai rendezvény az egy-egyben a Toszkán, illetve a villány nem csak a borokról, hanem magáról az életérzésről szól. Én bízom benne, hogy mindenki pozitív érzelmekkel távozik, illetve sok új információt hallhat majd akár a borok, akár a gasztronómia tekintetében. Ha manapság valaki nyáron egy fesztiválra eljön Villányba, akkor ezt a toszkán életérzést gyakorlatilag tapasztalhatja, amit esetleg én Olaszországban? A borokat összehasonlítjuk, itt voltak különböző laboranalízisek, és rengeteg hasonlóságot lehet találni, tehát a borok stílusába, illetve a borok struktúráját tekintve nagyon sok hasonlóság van, tehát mi ezt erre hegyeztük ki. Nyilván ugye Toszkánában ott van a tenger, tehát ezt nem lehet elvitatni, és ez egy olyan különbség, amit nem lehet áthidalni, nyilván nem is akarjuk, tehát Villány az saját magát szeretné megmutatni, csak megpróbáljuk megtalálni azokat a tételeket, amikkel párhuzamot lehet vonni esetleg, már csak a saját okulásunkra is, hogy könnyebben el tudjuk helyezni a nagyvilágba a saját borainkat. Brandet építeni nem könnyű dolog, egy jó brandet fenntartani sem könnyű dolog, de hát a Villányi Fram manapság elmondhatjuk, hogy elég szép fényét mutatja. Hát elég sokat tesz érte a közösség, mind energiát tekintve, és hát az anyagi oldalát is érdemes azért megemlíteni. Tehát minden egyes borászat, aki forgalmaz Villányi névvel, nem csak front egyéb borászati terméket, hozzájárul a borvidéki marketingnek a büdzséjéhez, és hát utána közös döntés alapján lesz meghatározva, hogy ezeket a forrásokat mire lehet használni. Gyakorlatilag most már lassan 10 éve ki lett jelölve ez az irány, és ehhez tartja magát a közösség, úgyhogy amíg a közösség így dönt, addig Fram konferencia is lesz. A Villányi Borrend nagymesterét épp a top 12-es kóstolóról hoztuk el egy pillanatra. Milyenek a borok, szépek-e, testesek-e, illenek-e jól Villányhoz? Természetesen ugye először is úgy kezdődött a rendezvény, hogy nem csak villányi borokat kóstoltunk, villányt hasonlítottunk össze egy toszkán pincészetnek a boraival, majd jött a nagy kóstoló, ugye a Villányi Top 12, de ugye ez a Top 12 nem csak a nagy borokról szól, mert itt vannak klasszikus borok is. Ugye kóstoltunk 2 klasszikus bort, 6 prémiumot, 4 szuper prémiumot. Hát el lehet mondani, hogy a klasszikusok is olyanok voltak, hogy szerintem simán befértek volna a prémium kategóriába. Érdekes lehet ez mondjuk egy top 12-be mindegyik csúcsbor, és hát mégiscsak valami kis különbséget az ember próbál keresni. Talál is? Hát hogyne. Tehát igazából a bor ugye élelmiszer. Tehát egy olyan dolog, ami folyamatosan él, folyamatosan változik. A hordóba főleg, palacba is változik. És ha
azt nézzük, akkor lesz, van termőterület, ugye hol van Siklóson, Villányban, akkor a szüret időpontja. Nem biztos, hogy Siklóson annyi napsütés kapott, mint Villányban, lehet, hogy ott kicsivel több volt a csapadék, melyik düllő az, utána a szüret időpontja, milyen hordóba érlelődött, meddig érlelődött, tehát ennek nagyon-nagyon sok összetevője van, hogy a végeredmény milyen lesz. Villánynak a fran az a csúcs, az a húzóerő, hála Istennek az utóbbi időben, ezért tett is a borvidék, hogy legyen egy kiemelt fajtája a Villánynak, és nem véletlenül a fran lett a kiemelt fajta, azért mert annyira jól érzi itt magát, hogy lehet más borvidékeken is fran termelni, de nem lesz soha olyan, mint itt nálunk Villányban. Ugye a mi adottságaink megvannak, a termőterület, a legdélebbi borvidék Magyarországon, napsütés, az embereknek a hozzáadott értéke, a munka, ez mind-mind összetevődik, hogy Villány ezzel a frannyal tudjon előre menni. És hogyha a front az egy dolog, hogy van egy nagyon jó frannunk, ugye, ami itt van Villányban, de ez ugye párosulhat akkor ugye a gasztronómiához, ételekhez, hogy melyik front, hogy tudjuk párosítani, ez mind-mind, ez viszi Villányt előre. A délelőtt kiemelt programja a legjobbnak választott 12 cabernet és villányi frank kóstolása volt, melyeket maguk a termelők mutattak be. Ezt követően a borok gasztronómiában betöltött szerepét Gianni Annoni étterem tulajdonos mutatta be, délután pedig a toszkán borokról és az olasz olívaolajakról hallhatott a közönség szakmai előadást. Kedvesezünk a folytatásban, egy kicsit a kultúrával és az adventi rendezvényekkel fogunk foglalkozni. Vendégem Béládi Melinda, a Szeder Kémüvedési Ház vezetője, akit nagy tiszteltel köszöntök. Szervusz, Melinda! Szervusz, én is üdvözlök mindenkit! Adventi pincejárás van ugye most Szederkénybe a következő két hétben még, és hát volt ezen a hétvégén is az előttünk lévőn. Hát nagyon jó sikerült a hírek szerint az első ilyen pincés rendezvény. Mesélni róla? Igen, nagyon-nagyon sokan voltak, minden várakozásunkat felülmúlt az érdeklődés, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hiszen ez mutatja, hogy van erre igény, és ez nyilván további terveink között ez így akkor megerősítést adott. Az első az óvodajavára lett gyűjtve a felajánlások, illetve a kézműves programok, az ő javukra mentek, sok gyerek volt, ugye elég hideg volt, de ennek ellenére hatalmas tömeg volt, amire mondom nem számítottunk. Szombaton, amikor dekoráltunk, ugye mindig, amikor ott vagyunk egy bázissal, és próbáljuk széppé tenni a helyszínt fényekkel, dekorációkkal, akkor mindig előkerül, hogy vajon mennyien jönnek, ugye ezt nem tudjuk előre. Tegnap, amikor bontottunk le mindent, akkor csak pozitívumokat hallottunk addigra a faluból, meg hát mi is megerősítettük, hiszen ugye nekünk ez a visszajelzés. Sokat dolgozunk érte, és ez nagyon jó, hogyha az emberek ezt értékelik, és eljönnek. Ugye mindig egy kis kulturális műsor van. Most egy pécsi egyházi énekkar volt, és az Intermelodi énekegyüttes adott egy kis műsort. De hazai erők is ott voltak, igen, igen, így van. És utána a Kram Andrés harmonikázott, úgyhogy nagyon jó hangulat, forralt bor, tea, süti, kulturális műsor, beszélgetés, nagyon jól telt. Tervezzük mi is, hogy ezen a hétvégén meglátogatjuk a rendezvényt. Egyébként most a Hegedűs pincénél lesz ugye a következő alkalom. Közel van a két helyszín egymáshoz, tehát a sátrak telepítése és a technika telepítése. Ebből fakadóan egy kicsit azért könnyebb, mint hogyha át kéne jönni a túloldalra, ugye? Igen, azért ez elég sok embert igényel, ugye mindig a sátornak az egyik helyszínről a másik helyszínre az átköltöztetése, de szerencsére nagyon sokan mellénk álltak, illetve a német önkormányzat mellé, és nagyon sokan támogatják, hiszen vagy anyagilag, vagy segítségben. Ugye először hétköznap átvisszük a sátrat, utána megint szombat délelőtt dekorálunk, és vasárnap várjuk a látogatókat. Most van ebbe tényleg munka, azt nagyon sok. Tehát szerintem, aki nincs ott, azt azért el se képzeli, hogy mire odajönne, és a gyönyörű, feldíszített környezetben, hogy ez nagyon, tényleg nagyon sok ember, nagyon sok szorgos kezet jelent. Most a Schulteis
Soltész Gábor és barátai fognak zenélni. Először egy kis műsort adnak, és utána természetesen a talpalávolót is ők fogják húzni. Ők ez egyébként az Unterrockhoz datálhatóak, ő a vezetőjének a zenekarnak. Hát ez egyik legnépszerűbb sváb fronton gyakorlatilag a villányi hosszú hétvégeken ott szoktak zenélni. És hát meg annyi bálnál én az ő nevüket olvastam a plakátokon, tehát nagyon közkedveltek. Igen, nálunk is születkor is ők voltak, illetve majd januárban a sváb bát is ők fogják zenélni. Ilyenkor nem az egész Unterrock, úgyhogy azért mondjuk, hogy Soltész Gábor és barátai, mert nem az egész zenekar tud ugye eljönni, és akkor így egy úgymond szűkített verziójuk lesz most szombaton. Gyakorlatilag hogy néz ki maga a program? Hány órára érdemes menni? Mit kap az, aki odaért ki a pincéhez a pohárbor mellett? 5 óra után kezdődik mindig a műsor. Hát 5 órától várjuk a vendégeket, és akkor utána kezdődik a műsor. 5 óra itea. 5 óra itea, igen, meg sütemény természetesen, hiszen ugye most az iskola javára megy a gyűjtés, ők sütnek, a szülők sütnek ilyenkor süteményeket, kis kézműves dolgokat, árusítanak. Vannak termelői árusaink, akik helyi termelők, akiknél szintén lehet vásárolni, és ugye, hát mint az előbb is említettem, a forradbor és a tea, hát ebbe a hidegbe az a legjobb ilyenkor. Egyébként be lehet húzódni mondjuk a pincébe? Tehát aki már tényleg átfagyott egy kicsit, az tud oldódni valami kályha mellett? Igen, a pincék mindig fűtöttek. Mindig készülünk a gyerekeknek is gyerekprogramokkal, tehát hogy valamit ők is tudjanak csinálni, színezni, festeni, tehát ilyen kis gipszfigurákkal, vagy valamivel mindig készülünk, hogy a szülők tudjanak borozni, beszélgetni, és addig a gyerekeket is megpróbáljuk lefoglalni. Úgyhogy a pince az mindig fűtött, ugye a pincelúban amúgy is melegebb van, és a sátor is fűtött, illetve hőgombákkal is készülünk, hogy a köré is, aki nagyon-nagyon fázik, oda tudjon egy kicsit állni, melegedni. Azt azért álljuk el a kedves nézőknek, hogy nem csak a szederkényeknek szól ez a program, aki úgy gondolja, hogy ebben az adventi jó hangulatban részt kíván venni, hogy iránya a szederkényi szőlő egy, ugye? Természetes, most is voltak, akik nem szederkényiek, főként azért nyilván a szederkényiek, a helyiek jöttek el, de ez nyitott ez a rendezvény, úgyhogy természetesen bárkit várunk, aki úgy érzi, hogy szeretne részt venni, várjuk szeretettel. E hétvégén lesz még egy program, meg jövő hétvégén is, Szenteste már persze nem próbálkozik a községvezetés azzal, hogy az embereket becsalogatja, az tényleg már a családoké, az az ünnep. Úgy emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt egyet sikerült összehozni a Covid miatt, utána már egy négyes fogat lett gyakorlatilag a következőbe kialakítva, és most 3-at álmodtatok meg magatok. Igen, hát ugye az elsőt azt keresztbe húzta a Covid, és a 4-ből csak egyet tudtunk, ugye akkor meg kellett állítani a rendezvényt. A tavalyi 4 nagyon jól sikerült. Azt vettük észre, hogy nem mind a 4 volt egyformán látogatott, és ezért először 2-t terveztünk idénre, viszont a Nyugdíjas Egyesület nagyon-nagyon szerette volna, hogy legyen egy harmadik, amikor az ő javukra gyűjtünk, és akkor így lesz idén a 17-én, akkor a Nyugdíjas Egyesület részére megy a jótékonykodás, ott is lesz szintén egy kis műsort, Régert Henriet fog harmonikázni, illetve énekkíséret lesz mellette, és utána katonazenekar fog zenélni a nyugdíjasoknak, ugye ők már ezt nagyon régóta ismerik, hiszen minden nyugdíjas rendezvényen ő zenél nekik. Elő kell a nézőknek, hogy most egy nappal vagyunk Mikulás előtt, amikor beszélgetünk a stúdióba. Hát holnap Szederkénybe érkezik a Mikulás, egy nagyon komplex programmal készültek, ha lehet azt így nevezni. Igen, pár évvel ezelőtt mindig a napján volt a Mikulás programunk, és akkor egy ideig áttettük mindig hétvégére. Megpróbálkoztunk azzal is. A tavalyi évben azt a visszajelzést kaptuk a szülőktől, hogy a napján jobb lenne. Úgyhogy idén ismét 6-ára tettük át a műsort, úgyhogy egy ribizli bohócos előadás után fog érkezni a Mikulás. És az idei évben egy szülői kezdeményezésre egy Mikulás postaládát állítottunk föl az udvaron, ahova 2 héten keresztül lehetett beledobálni a gyerkőcöknek a rajzokat,
és ebből egy kiállítás holnap reggelig, tehát 6-án reggelig lehet bedobálni a rajzokat, és utána egy kiállítást fogunk ebből ott a művelődési házba készíteni, és a Mikulással egyeztettem, hogy aki ott van gyerkőc és rajzolt, neki külön egy kis meglepetéssel készüljön. Megmondom, hogy elkezdted mondani, hogy be lehetett dobni, azt hittem, hogy a kívánságokat, és azon dolgoztatok az elmúlt napokban, hogy megvásároljátok. Igen. A dolgokat. Egyébként az eredeti ötlet ez volt, viszont ez nagyon félre mehetett volna, és ezért lett ez tovább gondolva. Tehát az alapötlet az az volt, hogy legyen levélírás a Mikulásnak, csak én ezt egy kicsit veszélyesnek éreztem, és akkor így nem módosított. Nem azt kapja a gyerek, amit éppen megrendel. Igen, a Ferrari nem váltott az udvaron. Hát igen, nyilván ezt nem lehet. Na nézzük így az advent időszakban, mi várható még. Úgy tudom, az iskola is készül, és karácsonyi kicsit belsőséges ünnepel, de ilyenkor el szoktak menni az öregekhez, az utcán is énekelnek a srácok, illetve hát az időseknek minden évben van azért idősek napi karácsonya. Így van, hát ők már évtizedek óta minden évben megszervezik a karácsonyi programjukat egy kis műsorral, és egymást megajándékozzák tulajdonképpen, de kulturális műsorral kezdődik a nyugdíjasoknak is a programja. Arra kérlek, hogy most három területet fogunk említeni, hogy mindegyik területről egy kicsit két-három mondatban értékelje. Tudom, hogy nehéz ilyenkor hogy lekorlátozni, de a lényeget, hogyha elmondanád, kultúrház vonatkozásában mennyire vagy megelégedve ezzel az esztendővel? Nagyon sok minden beindult újra, és újabb programok. Kialakult egy szülőkből egy újabb csoport elég kemény résztvevői bázissal, akikkel úgy látom, hogy nagyon jó lesz együtt dolgozni. Ők kerestek meg, tehát ez egy teljesen alulról jövő kezdeményezés, és ugye nyilván ez a legjobb, hiszen nekünk úgy van a legkönnyebb dolgunk, hogyha segítséget kapunk, hogy ők mit szeretnének, mert hiába tervezünk ugye mi valamit, hogyha ők ezt nem úgy veszik. Új felújítások is voltak pályázati részből, a Szabadidős és Kulturális Egyesülettel beruházás és egyéb pályázatokon nyertünk, ami szebbé tette ismét a művelődési ház környezetét. Hát igazándiból most és rengeteg program, ugye? Tehát a 2023 is miután kiszabadultunk ebből a karanténos történetből, mindenki be akar pótolni mindent, Szederkei megtette. Igen, és nagy az összefogás az egyesületek között, ami tavaly kezdődött, ami régebben nem volt elmondható, most igen, szerintem nagyon szép dolog, ahogy összefognak, legyen az egy falu dekoráció, egy program, én azt látom, hogy egymást kisegít, első szóra odaállnak a másik mellé, és ez szerintem nagyon szép dolog, és ez így sokkal könnyebb a település vezetőinek is, hogyha a civilek így a település mellett vannak. Második etap a Karasica Néptánc csoport, azt hiszem szíved egyik csücske. Mennyire volt szép évetek 2023? Idén ismét egyre több felé hívtak fellépni minket, újabb koreográfiákat kezdtünk betanulni, nagyon sokat fejlődött emberileg a csoport, nagyon összefogó lett, újabb tagokkal bővültünk, és hát úgy látszik, hogy kinyílik a világ a csoport felé, úgyhogy természetesen büszke vagyok, és az a rengeteg segítség, amit én kapok, akár emberileg, akár szakmailag tőlük, az nekem elmondhatatlan, hiszen nézzünk egy Karasica rendezvényt, vagy a rally rendezvényt, vagy bárhol, ahol ők szorgalmas kis hangyákként segítenek a háttérbe, amit ugye külsőleg nem látnak az emberek, de én tudom, hogy ha ők nincsenek, akkor én nagyon sok mindent nem tudok megtenni. Hát úrunk bolyba, boly néptánc, amelynek hát idézővel mondom szülőanyja vagy, valamilyen szinten jó pár hát évtizeden már lassan elindult ez az élet, és hát már felcseperedett az első generáció. Újra visszahoztad a tánc életet, ha lehet ezt mondani bolyba. Igen, ott is egy kisebb átalakuláson mentünk át ugye a Covid után. Voltak tagok, akik sajnálatos módon abba hagyták, de hát ezt el kell ugye fogadni, viszont jöttek újabbak, tehát a létszám nem változott, csak cserélődött, viszont nyilván ez azzal jár együtt, hogy nagyon sok alapot előről kell kezdeni az újabb tagokkal, de nagyon lelkesek és nagyon ügyesek,
és ami nekem még nagyon nagy büszkeség, hogy a tagok közül sikerül kinevelni olyat, aki úgymond már helyettesíteni tud engem. Tehát, hogyha én nem tudok véletlenül ott lenni, akkor a táncpróbák megtarthatóak, mert tudom, hogy van olyan mögöttem, aki segít és megcsinálja. Megtartja helyettem a próbát, és most nőttek fel ők olyan szintre, hogy nagyon jó bemenni, mert már nem csak hogy barátok, hanem már így több, mint barátok. Tehát, hogy annyira szeretnek odajönni, hogy sokszor még táncpróba más napokon is, nem csak táncpróbás napokon találkoznak, de segítenek bármi másban is. Úgyhogy nagyon, ők is nagyon-nagyon aranyosak. Valamennyi területet így végighallgatva le a kalappal, óriási dolgoztál megint 2023-ban. Hát kitartás, erőt, egészséget kívánunk az új esztendőre is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Csak nem 50 motoros Mikulás jött össze az idei ünnepi gurulásra. A sok csokival és cukorral már előzetesen betáraztak a gyerekeknek a vasparipák tulajdonosai. Idén ismét megtartották a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület szervezésében a motoros Mikulás gurulást, amely nem 100 főből álló csapat a budai Vámon található hipermarket parkolójában gyülekezett, és később innen indult útjára Pécsbányatelepre és a belvárosba. Mielőtt ezt megtették volna, kameránk elé szólítottuk az ikonikus Mikulásokat. Józsi Mikulás Szigetvárral érkezett, hát akkor egyszer már sikerült ezen a fagyos időn átvágnod magadat. Igen, igen. Milyen az idő ebben a köpönyegben? Jó meleg van, csak ne fújna ennyire a szél. Mit szólsz ez a rendezvényhez? Többször részt vettél már rajta? Igen, igen, igen. Végül is nagyon későn kezdtem az egészet. 59 évesen vizsgáztam. És hát azóta... Nem kapkodtad el? Nem, nem. És hát talán innét megyünk tovább, majd Kaposvárra. Ott folytatjuk tovább ugyanezt a Mikulás megmozdulást. Tehát most mindent bepótolsz, ami kimaradt az évtizedek alatt. Így van, még nyugdíj előtt egy éven van vissza, és úgy éreztem, hogy mindent be kell fotolni, amit eddig nem tettem meg. Szarvast egyedül nálad látok a motoron, hogy sikerült ezt oda felvigyeztened? Hát felragasztottam, ennyi az egész. Egyszerűen. Nem sajnáltad a dolgot? Nem, nem. Hát a cél érdekében bármit, gyerekekről van szó. Látom, már sokan kipróbálták a motort, de nagyon szívélyesen adod ezt a lehetőséget. Miért? Minek sajnáljam? Arra van, hogy használjuk. Legalább ők használják ki, ha te évtizedekig nem használják. Két kis pici unokám. Hát sajnos oda nem tudok elmenni, mert nagyon messze laknak. De... Jó, alá öltöztél ennek a cuccnak? Igen, 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 igen. Mert azért a motoron hideg lesz, ugye? Nem, nem fáztam, csak a két ujjam fázott. Arra meg kesztyűt kell húzni. Így van. Nagyon jó gurulást nektek már. Köszönjük szépen. Trifes azt is mondhatná, hogy Zsolt egyszer pólóban van, de alá vagy azért öltözök. Természetesen alá öltöztünk, azért hideg van. Hanyadék Mikulás gurulásod ez neked? Szerintem körülbelül a tizedik. Miért jó ezen részt venni? Hát elsősorban a gyerekek miatt, mindenképpen. Megvan a feelingje? Meg. A feelingje is megvan, meg maga az, hogy összejön még ilyenkor is azért a motoros társaság, és azért látják, hogy a motorosok ebbe is azért összetartók, és azért az évtizedes hagyomány most már a Pécsi Motoros Egyesületnél, úgyhogy nagyon szívesen támogatjuk, és nagyon szívesen veszünk részt benne. Meg lássuk, hogy nem bírtok a véretekkel, azért a motort elő kell hozni. Nem bírunk a vérünkkel, épp az előbb beszéltük az egyik kollégával, ő most már nem motorra jött ki, de mondta, hogy hát jó lett volna, de azért hűvös van most már. Voltunk ennél sokkal rosszabb időben is, úgyhogy... Még azért süt a nap, az utolsó napsugarakat kihasználjuk. Hát nem palackodhatok, 7 ágra süt a nap. Igen, csak mínusz 2 fok. Nem lehet érezni, hát 2 fokot mondtak már, bízunk benne, hogy azért melegszik még az idő. Úgyhogy. Rengeteg gyerek jön ilyenkor el, és hát persze a tehetik fel is ugranak a motorok nyergébe. Szívesen adott te is ezt a lehetőséget? Természetesen, ez minden alkalommal. Ez az összes ilyen motoros rendezvényben benne van, hogy a gyerekeknek mindig engedélyezzük ezt, hogyha kinézik a motort, akkor nyugodtan fölülhetnek. Hát végül is a jövő generációja, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül egy-két gyereknek kedvet csinálni a dologhoz, úgyhogy bízunk benne. Hogy... Egyiknek másiknak már otthon műanyag motorja biztosan. Bízunk benne, igen. Jó, hogyha már korán kezdik szívni a benzingőzt. Úgyhogy... Meg ennyi Mikulást egy helyen sehol nem láthatnak. Hát Tóth András, az Egyesület vezetője szokta mondani, hogy ez nem sok városban van Magyarországon. Bízunk benne, hogy sokáig ezt a hagyományt még meg tudjuk őrizni. Úgyhogy. Következő Mikulásunk arra is figyelt, hogy a sisakja autentikus legyen. Hát még egy bolyh is van a tetején.
Hát hogy néz neki a Mikulás egy bojt nélkül, Mikulás isak egy bojt nélkül? Ez így kell. Úgy gondoljuk, hogy hogyha elindulunk, akkor azt csináljuk rendesen. Látom, te is jó beöltöztél, azért hideg van, ugye ott a nyeregben? Az igazság, hogy erre nem készültünk, tehát most tényleg hideg van. Voltunk már 10 fokban, voltunk már mínusz 5 fokban, 10 éve csináljuk, úgyhogy ez már nem okoz gondot. Rengeteg gyerek jött el, esetleg a te unokád is itt van valahol a tömegben? Sajnos unokám nincsen, de az ismerőseim közül nagyon sokan ott lesznek a Széchenyi téren, és várnak minket, ahogy minden évben szoktak várni minket. Mert itt több állomás van, ugye? Több helyen meg fogtok állni. Több állomáson fogunk megállni, és a legnagyobb megálló pontunk az a Pécsi Széchenyi tér lesz, ahol mindig a legnagyobb szaloncukorbombázás szokott lenni általában a gyerekek felé. Mert hogy nem ti gyűjtöttetek az elmúlt napokban, hetekben, lesz mit adni, ugye a srácoknak? Ez hosszú hetek munkája, a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület hosszú munkája. Erre készülünk körül egy másfél hónapja, hogy a gyerekekkel összegyűjtünk ajándékokat. Nagyon sok olyan helyre is viszünk ajándékot, ahol nem biztos, hogy a gyerekeknek lesz valami a karácsonyfa alatt. Iskolákban megyünk utána még a rendezvény után, tehát volt munka vele. A motorok általában már pihennek ilyenkor, te úgy csomagoltad ki valahonnan? Nincs pihenés. A mostani időjárásban már nincs pihenés. Tavaly is szilveszterkor 10 fok volt, 15 fok, 20 fok. Már nem kell pihenni a motoroknak. Kitágult az időtér, hát, ugye? Most már egy kicsit más lett az időjárás. Úgyhogy nincs pihenő idő. Jó gurulást! Köszönjük szépen! Motoros Egyesület elnöke is begurult a helyszínre, te az előbb öltöztébe, nem volt olyan könnyű fölhúzni ezt a lebernyeget magadra? Hát nem, közel vagyunk a nullához inkább, mint a 2 fokhoz, úgyhogy hát igen, van rajtam egy 6 réteg ruha. Legalább nem fázom. Legalább nem fázom, így van. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan összejönnek a mikulások a mai napra? Reméltem, az elmúlt évekből kiindulva, hogy leszünk megint egy páran. A legbevállalósabbak jönnek el ilyenkor? Nem mondhatni, hogy igen. Ugye azért tényleg hideg van, tehát tényleg ez a 0-1 fok van körülbelül, és azért az út is csúszik, tegnap este még havazott, most ahhoz képest kiderült az ég, és süt a nap. Nincs felhő az égen, úgyhogy ennek örülünk azért. És örülnek a gyerekek is. Egy jótékonysági rendezvényről beszélhetünk. Gyakorlatilag mit takar mindez? Így van, igazából ezt már több éve csináljuk, város több pontján megállunk, illetve több otthon meglátogatunk, ahova ajándékokat fogunk elvinni, illetve az utcán lévő gyerkőcöket megállítjuk, csokikat adunk nekik, és ilyenkor nyugodtan akár velünk is, mikulásokkal, motorjainkkal felülhetnek, fotózkodhatnak velünk. Mit kell tudni az adakozókról az elmúlt hetekben? Mennyien gondolták úgy, hogy ezt a rendezvényt támogatni kell? Sajnos idén kevesebb ajándék gyűlt össze, mint az elmúlt években, hogy minek köszönhető, azt nem tudom sajnos, de utána az Egyesületünk mindig különböző portálokon próbálja ezeket a gyűjtőpontokat is erősíteni, hogy hol lehet leadni. Hát tegnap volt a határidő, úgyhogy tegnap összeszedtük őket, úgyhogy jövő hét elején pedig ezeket majd össze fogjuk méretek szerint csoportosítani, és akkor az adott otthonba elvinni. Kit választottatok idén, melyik otthont, akit támogatást kapott? Igazából nem külön otthon, hanem családokat fogunk meglátogatni. Most például megyünk Pécsbányára, itt a gyerkőcöket és a családokat fogjuk meglátogatni. Kozár Mislenyben megyünk az Autista Egyesülethez, illetve amik maradnak, ruhák, ajándékok még, azokat pedig a Mosolymanó Alapítványnal fogjuk elvinni. Rengeteg cukrot hoztatok magatokkal és kis csokoládét. Hát nagyon fognak ennek örülni a srácok. Reméljük, így van. Tehát ez a célunk, hogy mosolycsaljunk a gyerkőcök és az úton közlekedők, illetve a szülőknek az arcára. Szakát mára növesztetted, vagy amúgy is nő már? Amúgy is nő, így van. De autentikus legalább. Igen, igen. Nagyon jó motorozást már. Köszönjük szépen. Mikor eljött az idő, még egy gyors, közös fotózkodás, majd nyeregbe pattantak a mocis mikulások. Felzúgtak a motorok, és már neki is lódultak a tervezett útjuknak. A körút során persze többen csatlakoztak még a menethez. A hagyományosnak tekinthető rendezvény keretében idén is végigurultak Pécs belvárosában, ahol a jótékonykodó motoros mikulások nagy örömöt szereztek a gyerekeknek. Napjaink című közéleti magazinunkat látták, találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.